Előadásában Lázár Ernő kiemelte, a termelés lényege az, hogy a gyártott termék eljusson a fogyasztókig, és ehhez jó marketing szakemberekre van szükség. Egy sikeres vállalkozásban a legfontosabb-e a pénz? Nem. Tehát ezt állítom, mint valamikori bankigazgató, tehát nem a pénz a fontos, a pénz akkor fontos, hogyha van elegendő tudásunk. Tehát a tudáson múlik a legfontosabb, először meg kell tudni, megtanulni, piackutatást végezni, és csinálni egy komoly üzleti tervet, és az ilyen komoly üzleti terv alapján akkor lehet már pénzt is biztosítani, mert ezt már segítik különféle alapok, és amikor már megvan egy olyan termék, amit már marketing, ugye elmélet alapján megcsinálunk, vagy megszervezünk, akkor annak van jövője. A kimutatások szerint a marketing szakemberek a legjobban fizetettek, hiszen a marketing ma már alapja egy jó vállalkozásnak, jegyezte meg az előadó. Egy családi vállalkozást szeretnénk majd indítani, és hát mezőgazdasági témában, takarmánygyártás és ilyesmivel. A lényeg az egészben, hogy ez zenei vállalkozás lenne. Én zenekar alapításán fáradozok, ugyebár szerb, magyar lakodalmakat szolgálnánk ki ilyen célra. Tehát az egésznek gazdasági célja lenne, meg ugye szórakoztatni. Egy gyógyszertárat szeretnénk majd nyitni, később, amikor befejezem az egyetemet. Miért? Szeretnék az embereknek segíteni, és természetes formában megpróbálni, hogy ne annyi gyógyszert fogyasszanak az emberek. Lázár Ernő pénzügyi szakember azt is elárulta a kollégistáknak, hogy miként alkalmazhatják a marketing módszereit a mindennapokban, és válaszolt is a fiatalok kérdéseire.